komoly nehézségekkel fogtunk hozzá ehhez az évhez. Rengeteg olyan probléma, mindannyian megélünk a mindennapokban, a boltokban csak vásárolva is, de ezek a problémák minden cégre is komoly kihatással, meg így ránk is. És nagyon sok kemény döntést kellett meghoznunk a verseny előtti időszakban, és hát a kollégáknak is sokkal nagyobb teherhárult, mint egyébként hozzászoktak, mint kellett volna. Ezért különösen hálás volt nekik azt, hogy kivírták ezeket a nehéz időszakokat, és eddig eljutottunk. A verseny pedig már végig lendültünk rajta. Innen már is kellett aludniuk. Van olyan kollégám, aki szerintem ma éjszaka is nem volt fán egy órát sem, vagy maximum kettőt. Mert hanem a kettőkor kezdtek Budapesten építeni, és tegnap, amikor bontottak még a Pilisben. Ugye a háttérben milyen munka van, ezt a tényezők nem is sejtik talán, de így kell óriási meló összerakni egy ilyen kerékpáros eseményt. Nagyon élveztem a versenyt, mert míg az elmúlt években leginkább a szervezésre koncentráltam, arra, hogy szervezési oldalról minden a helyén legyen, a kollégák ott legyenek, a megbeszéltek szerint ott tűnik ugye minden. Én nyilván felügyelem az eseményeket és próbálom lekövetni. A versenyre magára, mint sporteseményre kevesebb figyelmet tudok fordítani. De most ez az év, amikor ezek a sztárok érkeznek, én egyiket otthon leülök a tévére megnézni őket, hát nyilván magával ragadott. Tehát az autónkban, minden autóban a verseny során ott vannak azok a kis kivetítők, vagy azok a kis táblaképek, amiken a versenyt követhetjük, és szerencsére az emlének köszönhetően élőadás, amit ment rajtól a célig a verseny. Így aztán ahol csak lehetett, néztük és követtük, hogy úristen, mert megint akció van. Izgalmas volt minden oldalról, nagyon élveztem ezt a hetet. Akik most már visszajárnak hozzánk második, harmadik évben World Tour csapatok részéről, a World Tour csapat edzői, vezetői, ők mondhatni hozzászoktak ahhoz, hogy nem meglepő, hogy itt Kelet-Európában belgiumi, francia, vagy akár még azt meghadó színvonalon szerveznek eseményeket. Most ilyen nem a Tour de France-ra gondolok, hanem hozzánk hasonló kategóriú versenyekre. Akik most esnek be ebbe a Pro Series kategóriába itt nálunk, azok azért meglepődnek rajta, hogy egy ennyire összeszokott a csapat, és mindenre van megoldás, és ha valami esetleg nem stimmel, akkor 10 perc múlva azt is megoldjuk. Ezért vagyunk ezen a héten, hogy kiszolgáljuk a versenyzőket, a csapatokat, hogy ők meghelelek ezt egy fantasztikus versennyel. Ezt pedig megtették minden nap, kivéve a vasárnapot, de őket visszavárjuk jövőre, és arra számítok, hogy ezek a csapatok kárpótlásként még az idején is nagyobb versenyt fognak jövőre vívni egymással a magyar körversenyben. Minden elvárásunkat felül teljesítette a verseny, és nem azért, mert mi dolgoztunk jobban, mint gondoltuk, hanem körülöttünk alakultak a dolgok úgy, amire nem is számítottunk volna, vagy csak álmainkban talán. Két fiatalember, Jakobsen és Grönevégen, a tavalyi versenyünk sztárjai, idén már ők a sztárok sorában vannak, de mégis azért róluk szólt a verseny kommunikációja. Nyilván az első szakasz Grönevégen vagy Jakobsen nyerte, ami borzasztóan jót tett a versenyünknek, és utána jöttek a hegyi napok, ahol megjelentek azok a sztárok, akik korábban álmodban se gondoltuk volna, hogy itt Egan Bernal vagy Hirschi fog győzelemért harcolni, de ennél még meglepőbb volt, bár nyilván készültünk rá, de más megélni személyesen, mint elképzelni azt, hogy a szurkolói zónában, a városokban, akár Pécset, akár a mezégész meccseket nézzük, akár a Pilist, vagy korábban bármelyik település, amire jártunk, milyen elképesztő szeretettel várják a turdonok itt a helyiek. Kb. Ez az, amikor az ember elképzeli, hogy egy országon átívelő, közösségépítő, közösségeteket összehozó sporteseményt szervezzen, akár így kéne működnie. Hogy több százak, több ezrek fognak azért össze, hogy megrajzolni, megtervezni, hogy azon a szántóföldön a traktor úgy fog majd körbe menni, és kirakja azt a kerékpáros motívumot, hogy fognak táncolni a helyiek, hogy milyen népviseletből öltöznek fel a rajterületeken. Én borzasztóan elégedett vagyok azzal, ami körülöttünk történt, és nagyon-nagyon köszönöm a kollégáimnak azt a nagyon-nagyon sok munkát, nyilván ezt én átéltem velük az elmúlt hónapokban, amit beletettek. Erőn felül!